Önök a Panda Rádió és a Civil Hangstúdió közös műsorát hallják. Így van, jó reggelt, kedves hallgatóim, itt a Panda Rádió és a Civil Hangstúdió közös műsora a 103,5-ön. Üdvözlök mindenkit, én Nagy Szinti vagyok, csapjunk is bele a napba. A Civil Hangstúdió 2016. február 4-e óta köszönti minden hétköznap reggel 6 órakor a Panda Rádió hallgatóit az FM 103,5 MHz-en. Reggeli Vegyes Vágott című műsorunk érdekes és fontos híreket, információkat, a vajdasági és a délalföldi embereknek is fontos tudnivalókat tartalmaz. Az év végére kijelenthetjük, egyre többen kelnek fel és indulnak munkába a Civil Hangstúdió munkatársainak hangjára. Nyár óta délutánonként tematikus műsoraink is az FM 103,5 MHz-re költöztek. Ezek között található közéleti, technikai, sport, történelmi, utazási, irodalmi, ifjúsági magazin, és természetesen a különböző műfajú zenék is szerepet kapnak hétköznap délutánonként, illetve kora esténként. Ismét innen jelentkezünk az FM 103,5 MHz-en a 18. domaszéki Böllér napról és vendég. Szeretnénk hallgatóinkkal közvetlenebb kapcsolatba is kerülni. Ezért több alkalommal is kitelepült mobil stúdióval jelentünk meg különböző rendezvényeken. Ott voltunk a 18. domaszéki Böllér napon is, ahol számos civil szervezet vezetőjét és a térség polgármesterét is sikerült megszólaltatnunk. A beszélgetések élőben voltak hallhatóak a Panda Rádió hullámhosszán. Ez is erősíti azt, hogy a délalföldi és a vajdasági emberek jobban megismerjék egymás helyzetét, nehézségeit, ünnepeit, szokásait. Ők most tulajdonképpen most bontsák szét a disznót, levettük még így utolókra a fejét, most oszoltjuk a hátán. Egyébként is törekszünk arra, hogy munkatársaink minél több hasonló rendezvényen közvetlenül is megjelenjenek. A Civil Hangstúdió egyre több fórumon jelenik meg. Online elérhetőek vagyunk Facebookon, valamint a www.civilhangradio.hu oldalon. A Civil Hangstúdió applikációját androidos telefonra minden probléma nélkül le lehet tölteni, ezáltal műsoraink bárhol foghatóak. A továbbiakban törekszünk rá, hogy további fórumokon is feltűnjünk, tevékenységünket, riportjainkat, műsorainkat megismerjék, és ezáltal még igényesebb rádiós szórakozáshoz jussanak. Rádiózás iránti közös szenvedélyünk a jövőben is folytatódik. Szélhajtású, tűzhajtású rádió.